Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A jó szereplés után együtt marad a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A nehézségek ellenére is sikeres idén zártak az NKK 5-ös kosarasai. Az ötödik helyen végzett a bajnokságban az MMTK női kézilabda csapata. A hagyományos családi nappal fejezte be a szezont a nyíregyházi kosársuli. A harmadik helyen fejezte be a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Az előző idényt Petneházi Zsolt szakágvezetővel értékeltük. Ha csak a puszta tényeket nézzük, akkor egy bajnokcsapatból egy dobogós csapat lett, ami a tények ismeretében ez egy remek eredmény. A következőket azért figyelembe kell venni, és ezt az értékeléskor méltányolni is kell. Gyakorlatilag tavalyi keretünk 4 emberrel szűkebb lett. Ebben az elmúlt év gólkirálya, a Páncél Zoli nincs köztünk, a Vasas Gyurci, aki sérülés miatt nem lehetett köztünk, illetve 2 távozónk volt, aki mellettük, az Illés Norbi, illetve a Fábián Vince, amit azt hiszem ezt a 4 embert minden csapat megérezte volna. Úgy is indultunk neki a bajnokságnak, hogy a meglévő kerettel minél jobb eredmény elérése. Én azért titkon bíztam benne, és képesnek is tartottam a csapatot arra, hogy azért dobogó közeli helyen végezzünk, ami végül is teljesült is, hiszen 3. helyezettek lettünk, 8 ponttal megelőzve a 4. Miskolci Acélvárost, akik viszont előttünk végeztek, a DVTK, tudjuk, hogy milyen nagy múltú egyesületről van szó, illetve a Mezőkövesd, aki 2 évvel ezelőtt még NB1-es, illetve NB1-B-s volt, és nekik gyakorlatilag megmaradt a keretük, tehát ezeknek a figyelembevételével ezt egy jó eredménynek tartom. Játszott nagyon jó, nagyon látványos meccseket a nyírbátori együttes. Az említett Diógyőr sikerült megverni, az Acélváros oda visszadöntetlent játszottatok. Lehetette volna esetleg ebben az idényben től, vagy pedig tekintve a szűkös keretet ez volt a maximum? Ha így visszagondolunk, visszapörgetjük az eseményeket, gyakorlatilag a 2 acélvárosi meccsben, az egyikben szerencsésen alakult döntetlenre, a másikban pedig bal szerencsésen, hiszen egy időn túli 7 méterest hagytunk ki, ami benne van a pakliba, teljesen mindegy, ezért nem is lett szemrehányást annak a játékosnak, aki ezt elhibázta. Miskolcon pedig egy időn túli gyakorlatilag 9-essel egyenlítettünk. Az más kérdés, hogy ott a második félidő közepén még mennyivel? 9 góllal vezettünk, 7 vagy 9 góllal vezettünk, tehát ezt lehetett volna hozni, és akkor viszont lehet, hogy a második hely is esetleg elérhető lett volna, de mint ahogy mondtad, talán a szezon legjobb meccsét játszottuk a DVTK ellen, amit sikerült megnyernünk, és ezekre az eredményekre azért nagyon büszkék vagyunk. Falcsik Miklósnak még él a szerződése, az látszott, hogy a pályán és azon kívül is nagyon jó közösség alakult ki. Marad együtt ez a társaság? Miklósnak szerződése van, és azt hiszem, hogy nem is lenne indokolt az, hogy edzőcserében gondolkodjunk. Jól végezte a munkáját, köszönöm a munkáját. Megtaláltuk a közösségben azt a hangot, ami oda-vissza működött, már az edzőszemélyét illetően is. A játékosokról pedig annyit szeretnék elmondani, hogy nagy volt a csábítás, mert többen elmondták, hogy több csapat hívott bizonyos játékosokat. Én leültem mindenkivel szemtől szemben, és 4 szem közt, és mindenki úgy nyilatkozott, hogy marad. Ez azért is örömteli számomra, mert ezek szerint jól érzik magukat. Tudják, hogy amit mi az elmúlt 5-6 évben, ki mennyi ideje van itt, van olyan játékos, aki a kezdetektől itt van már nálunk, az elmúlt 5-6 évben, amit mi megígértünk, azt mindig teljesítettük. Ez úgy gondolom a mai időben nagyon nagy szó. Amellett, hogy ezek a játékosok szeretnek itt lenni, egyre több
fiatal is a keret közelébe kerül, illetve hát a keretben van, de már a pályán is megmutathatja magát, és úgy gondolom ez a jövő záloga lehet, hogy a fiatalok is egyre több szerepet kapjanak. Erősítésre lesz a lehetőség? Én úgy gondolom, hogy ez már erősítés, hogy egyben marad ez a jó szellemű társaság. Egyébre nincs lehetőségünk. Nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy a polgármester úrral leülve, átbeszéltük, illetve a KFT ügyvezetőjével leülve, közösen átbeszéltük az ezévi lehetőségeinket, és a polgármester úr kifejtette, mivel hogy a KFT-nek 100%-os önkormányzati tulajdonban van a KFT-nk, sport és turisztikai non-profit KFT. Kifejtette a polgármester úr, hogy hasonló körülményeket tud biztosítani, és ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog a mai időkben, és ezt köszönöm a fiúk csapat nevében, illetve hát a közönség nevében is, hogy megmaradhatunk. Viszont változik a lebonyolítási rend, hosszabb és minden bizonyan nehezebb lesz majd a bajnokság, hogy néz ki ősztől? Igen, változni fog, ugyanis eddig 6 MB2-es csoport volt, 6x12 csapattal, az 72 csapat volt. Most lesz 8 csoportos, ez lesz gyakorlatilag az alapszakasz, tehát ez 64 csapat, már eleve kevesebb, mint ahogy volt, és a 8 csoportos, aminek gyakorlatilag július végén fog kiderülni, hogy kik fogják alkotni, mert az a nevezési határidő az MB2-be. Amikor kiderült, akkor a versenykiírás úgy szól, hogy lemegy egy alapszakasz, ami a 8 csoportban mindenhol hasonló időben fog lebonyolódni, és lesz egy felső négy, illetve egy alsó négy ág. A felső négy, amiben kötelező jelleggel oda sorolom magunkat, hogy ott kell végezni a felsőházban, a másik csoportnak a első négy helyezettjével kerül újra egy csoportba, és úgy fog tovább folytatódni a bajnokság. Nem bánom, hogy ez a szűkítés megtörtént, mert az az igazság, hogy ez csak előnyére fog válni az egész sportágnak, illetve amikor már a felsőházi mérkőzések lesznek, tehát a másik csoport első négy helyezettjével, ott már úgy gondolom, hogy hasonló színvonalú és parázs mérkőzések fognak lezajlani, mint adott esetben a DVTK elleni meccs, vagy az Acélváros elleni mérkőzések. Ez jót fog tenni, mindenkinek élvezhető lesz. Mikor kezdődik majd a felkészülés? Augusztus első munkanapján, hogy úgy mondjam, és innentől kezdve lesz egy 6-7-es felkészülés, de szeptember közepén fog kezdődni a bajnokság. A nehézségek ellenére is sikeres idén zárt az NK Kötvös. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub történetében először fordult elő, hogy két csapata is feljutott az országos főtáblára. Szeptemberben mindenki nyakába szakadt az energiaválság, illetve az ezek miatt keletkezett hatalmas nagy energiaköltségárak, amik begyűrűztek a tornacsarnokok bérleti díjaiba is. Nagyon nehéz volt átszerveznünk a költségvetésünket, illetve megoldani azt, hogy minden csapatunknak minden edzése meglegyen. Egy sem maradt el, jelentem örömmel, minden csapatunk azt az edzésszámot tartotta be, illetve abszolválta, amit az elején is terveztünk. Az elmúlt idényben hány csapat, hány játékos, hány edző, hány helyszín szolgált az NK Kötvös fejlődését? Hát összesen 22 utánpótlás csapatunk volt, ez egy nagyon nagy számnak tűnik, de ebből 16 kosárpalánta, tehát általános iskola 1-től 4 osztályig tanuló gyerekek. A többi 6 csapat volt az úgynevezett versenyző csapat, ebből 3 volt az akadémiai korosztály a 14 és 16 éves korosztályokba. Örömmel jelentem, hogy a 14-16 éves csapatunk, tehát a kadett és a serdő az országos főtáblára jutott, ami az egyesületünk életében egy kiemelkedő eredmény volt. A 16 év a plafon az egyesületnél, legalábbis egyelőre, hova kerülnek a kiöregedő játékosok? Ez még most fog kiderülni. Nagyon szeretnénk, hogyha a jó játékosaink itt maradnának Nyíregyházán, de van értük jelentkező a Nemzeti Akadémiákból is, Budapesti Honvédtől és a Honvéd Akadémiától és a Debreceni Deac Akadémiától is. De alapvetően az a célunk, hogy a tehetségeink Nyíregyházán maradjanak elsősorban a sportcentrumban. Lassan már hagyományosnak lehet mondani, hogy megrendeztétek az elmúlt években a Sallai József emléktornát. Idén lesz-e? Természetesen lesz. Sallai tanár úr emlékére 3. ízben rendezzük meg a tornát. Augusztus
24-25-26-án, ez csütörtök, péntek, szombat, itt a Vessükben és vajátőn a bencs termében, kint a Tiszavasvári úton. A hagyományoknak megfelelően 6 magyar csapat és 2 külföldi, és nagy valószínűséggel a 6 csapatból, 6 magyarból 2 nemzeti akadémia, és az összes többi pedig magyar élklubok csapata és a 2 nyíregyházi csapat is. Az Egyesületnek van egy érdekes székes kosaras szakága is, nekik hogyan sikerült az elmúlt idény? Nagyon nagy örömmel jelentem, hogy a teljes bajnoki szezont végig tudtuk a kerekesszékesekkel is játszani. Ebben a szezonban lett 2 válogatott játékosunk, ami óriási dolog, hiszen második éve vagyunk ebben a bajnokságban. Tompa Misi és Boda Feri bekerült a válogatottba is. A mozgássérült sportolóink száma is növekedett, 3 új kerekesszékes sportolónk van. Ez egy nagyon jó irány volt ebbe az évben, mert fejlődtünk a játéktudásba, az éljátékosok számába is, és le tudtuk játszani az összes bajnoki meccsenket, amelyiknél szintén mindegyiken jobb eredményt értünk el, de még nyernünk nem sikerült. Ez egy nagyon nehéz műfaj. Előttünk a Pécs csatlakozott az országos bajnoksághoz, összesen 5 csapat van, és a pécsi csapat is 3 éven keresztül úgy játszott, hogy nem tudott mérkőzést nyerni. A következő évben szeretnénk azt elérni, hogy nyerjünk egy bajnoki meccset. 2 csapatot vittél a most véget érő idényben, az U14-es és az U16-os együttes, ez az úgynevezett akadémiai korosztály már. Milyen éve zártatok? Úgy gondolom, hogy ha az eredményeket nézzük, az U14-esekkel 30-ak lettünk a bajnokságban, az U16-osokkal 27-ek lettünk a bajnokságban. Azt azért mindenféleképpen megemlíteni, hogy mindkét korosztályban több mint 130 nevező csapat közül értük el ezeket a helyezéseket. Tehát mondhatom azt, hogy a mezőny első harmadában helyeztük magunkat. Nem volt könnyű évünk, ugye 2 év Covid után az idén az energiaválság volt az, ami nehezítette a napi szintű munkát. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy sikerült jól szerepelni. Klubunk történetében ilyen még nem volt, hogy egyszerre 2 korosztály is a főtáblára került, és mondhatom azt, hogy a főtáblán helyt állt. Ugye olyan csapatokkal kell versenyezetek, akik mondjuk akadémiai csapatok, össze nem lehet hasonlítani a merítési lehetőséget, a tárgyi feltételeket. Hogyan tudjátok felvenni ezekkel a csapatokkal a versenyt? Akadémiák, kiemelt akadémiák A és B csapataival játszottunk, illetve olyan NB1-es csapatoknak közvetlen utánpótlásával, akik meghatározója magyar NB1-es bajnokságnak. Hát mi is próbálunk ugyanúgy heti 5 alkalommal edzés lehetőséget biztosítani a gyerekeknek. Nagy hangsúlyt fektettünk az U16-osoknál a hétvégén az egyéni képzésekre. Edzőtáborba szoktunk menni minden egyes szezonnak az elején. Mondhatom azt, hogy kicsiben a saját magunk lehetőségeihez mérten próbálunk profi szintet biztosítani, illetve profi körülményeket biztosítani a srácoknak. Nálunk ami gond és probléma az, hogy nagyon kevés játékos tudja megoldani, hogy mind az 5 edzésen itt legyen. Általában 3-4 edzésre tudnak a gyerekek jönni. Ha ebben előre léptünk volna, és azt mondom, hogy nagyobb a szorgalom, illetve kevesebb a hiányzás, akkor úgy gondolom 3-4 helyezéssel előrébb végeztünk volna a rangsorban. Az eredmények mellett nagyon fontos ebben a korosztályban, hogy mennyit fejlődnek egyénileg a gyerekek. Ezt hogyan tudtátok lemérni? Mik a tapasztalatok? Az U16-os csapatban 5 játékosunk volt, aki úgy gondolom, hogy bármelyik csapattal fölvette a harcot. Sajnos azt kell mondanom, hogy a kispadról fizikálisan gyengébb, későn érő típusú, fiatalabb játékosok alkották a keretet. Az 5 meghatározó játékosunk nagyon sokat játszott, nagyon sokat fejlődött. A többiek is, hisz az edzés munkában együtt dolgoztak velük. A fiatalabbakra, majd ebben a 2023-24-es szezonban lesz majd nagyon nagy szükség, hisz velük is az a célunk, hogy próbálunk főtáblára kerülni. Az U14-es csapatnál azt mondom, hogy ott nem kiemelkedő teljesítmény, hanem egy nagyon homogén társaság jött össze. Mondhatom azt, hogy 12 közel egyforma képességű játékos. Ő nekik inkább azt mondom, hogy a csapatmunkában, illetve a csapategységben volt a sikernek a kulcsa. A közelmúltban volt a Vármegyei Szövetség idén záró díjkiosztó rendezvénye, az akadémiai korosztályban a fiúknál te lettél az évedzője, milyen visszaigazolása ez a díj az itt végzett munkának? Nekem személy szerint, illetve a klubunknak is azt mondom, hogy nagyon jó leső érzés, és jó esik, hogyha az ember mindig elismerést kap. Kicsit azért keserűm a szájízem, mert ezelőtt évekkel én még emlékszem arra, amikor országos döntőbe jutásért, bajnoki címekért, bajnoki dobogóért kaptak az edzők úgymond elismerést. Sajnos az elmúlt időszakban ez Nyíregyházán ez sajnos nem jellemző. Bízunk benne, hogy az előbb-utóbb változni fog, és legközelebb olyan edző fogja kapni majd ezt a díjat, aki az országos átdöntőbe jut, vagy netalántán dobogón fog majd végezni. Az elmúlt év nyara óta
az U14-es válogatottal dolgozol, most hogyan néz ki a nyarad? Rengeteg gyereket megnéztünk, kiválasztottuk azt a legjobb 16-17 játékost, akikkel úgymond egy közvetlen felkészülést fogunk majd most folytatni. 6 napot töltünk együtt Székesfehérváron, utána lesz egy kis nyári pihenő a srácoknak. Augusztus 2. hetében újra találkozunk egy hétig, és augusztus 15-től 20-áig Szlovéniába, Szlovéngradecba fogunk majd menni. Ott játszunk 8 csapat részvételével egy nemzetközi tornán. Ugyanez még nem hivatalos FIBA verseny, de ott lesznek Montenegró csapata, bosnyákok, a szlovének, ukránok, Izrael. Tehát egy rendkívül színvonalas nemzetközi tornán fogunk majd részt venni. Az 5. helyen zárta a bajnokságot az MB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az MMTK 11 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 8 alkalommal szenvedett vereséget. Az MB2-es kézilabda csapatunk az idei bajnoki évad végén az 5. helyen végzett, viszonylag kevés ponttal lemaradva a dobogótól, és egy kicsit a bajnokságnak a helyzetét ugye elemezve azt mondhatjuk, hogy a Ungvár csapatát besorolták ide. A bajnokság elején még arról hallottunk híreket, hogy ő vonal alatt játszik, játsza teljes bajnoki szezon, de vonal alatt aztán úgy döntött a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy mégiscsak a helyezési sorrendbe is beszámítja az ő eredményeit, így aztán 5. helyen végeztünk. Sajnálatos, mert egy nagyon jó őszi kezdésünk volt. Igaz, hogy az ősz végén, illetve a téli felkészülési időszakban azért sérülések hátráltatták a női csapat felkészülését. Ami viszont örvendetes volt, hogy az ifjúsági csapatunkból, az U19-es csapatunkból egész sokan be tudtak illeszkedni a felnőtt csapat játék stílusába, és elég sokan tudtak ugye játékpercekhez jutni. Ez a sérülés hullám azonban nem hagyott talább, így a tavaszi szezonra sajnos azért megtizedelve tudtunk pályára lépni, ami az eredményekben is megmutatkozott, hiszen a felkészülés utáni néhány fordulóban eredményesek voltunk. Jött egy hazai forduló Hajdunálás ellen, ahol hát azért úgy gondolom, hogy elég súlyos vereséget mértünk. A Hajdunálás pontveszteség nélkül természetesen megnyerte ezt a bajnokságot, a játékos kerete is arra volt kalibrálva, hogy egy magasabb osztályban, ugye most az NBA-be fognak ők indulni, és tehát kikaptunk, ez megtörte azt a még maradék csapattagokat is úgy gondolom, hiszen utána olyan mérkőzéseket veszítettünk el, egy góllal, vagy akár 2 góllal, amelyeken a mérkőzés nagy részén a zászló azért nekünk állt. Na hát ilyen egygólos mérkőzések elvesztéséből alakult ki, hogy az a pontelőnyünk, ami a dobogós helyhez elegendő lett volna, az elfogyott a bajnokság végére, mint ahogy létszámban is azért elfogytunk mi is. Úgyhogy viszont előremutató tény az, hogy a ifjúsági csapatból egyre több ember sikerül beépíteni, a jövőben is számítunk az ifjúsági csapat játékosaira, az ifjúsági csapat játékosai Máté Szalkai középiskolákba tanulnak, ami nagyon fontos, szinte kivétel nélkül, úgyhogy jó alapot fognak teremteni. Változást annyi lesz, hogy 6 játékosunk távozik az idénytől. Ezek egyrészt azért is, mert a sérülésekből fakadóan úgy gondolták, hogy nem tudják tovább egészségügyileg ugye sem vállalni ezt a felkészülést a jövő szezonra. Így aztán most azon dolgozunk, a bajnokság végezete, még véget sem ért a bajnokság, és már elkezdtük a tapogalózó tárgyalásokat, ugye abban a vonatkozásban, hogy kivel tudnánk pótolni a felnőtt csapat ezen tagjait, természetesen mondom hangsúlyozva, hogy az ifjúsági csapat játékosaira pedig nagy mértékben szeretnénk a jövőben támaszkodni. A csapat edzői posztjában nem lesz változás a jövő vonatkozásában, továbbra is a jelenlegi edző bizalmat kap még, hiszen ő még egy fiatal ezen a pályán edzőként, de úgy gondolom, hogy tisztességes munkát végzett az elmúlt időszakban, úgyhogy a bizalom továbbra is áll részéről. Kérdés az, hogy hogyan sikerül az augusztus folyamán az újabb reményeink szerint éremre esélyes csapatot összeállítania. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az MB2 az nem a profizmusról szól. Az MB2 arról szól, hogy a szurkolókat kicsalogassuk a lelátóra, és ez ebben az évben is úgy gondolom maximálisan megtörtént, kielégítette a kézilabdát szerető szurkolóknak az igényeit, másrészt pedig, hogy a jó közösség továbbra is fönnmaradjon, hogy annak a 205 gyereknek, aki igazoltan az utánpótlásukban szerepel, jó példa legyen, hogy van egy olyan csapat, amire a jövőben lehet számítani, és ahová el kell jutni, célként tudják ezt kitűzni a gyerekek is. Eredményes szezon tudhat maga mögött a nyíregyházi kosársuli. A felnőtt csapat az amatőr NB1-ben az 5. helyen végzett, a juniorok pedig az országos B-döntőben a 3. helyet szerezték meg.
Én úgy gondolom, hogy ez az évünk minden szempontból nagyon jó volt. Tehát ha kezdjük az NB1-es csapattal, aki rájátszásban lett ötödik, én úgy gondolom, hogy ez nagyon szuper. A juniorjaink B-döntőt játszottak, kadettek régiós döntőt játszottak, a serdülőink B-döntőt játszottak, gyerek jamborit eljutott ki. A kenguru csapatunk az még alakulóban van, csak rengeteg sok kosárpalántás csapat. Éppen itt mögöttünk az U11-esek batogtatják a labdát, akik az utolsó megyei fordulón vesznek részt. Sokan vannak, lelkesek, imádják, szerintem ettől nem is kell több. Hány edzővel, hány gyerekkel dolgozik a nyíregyházi kosársuli? Közel 250 gyerek, akivel dolgozunk, és a kosárpalántás edzőink vannak zömében sokan, de 15 edző az, akivel ezt a szezont végigcsináltuk. Mondom, ennek a nagy része, tehát ebből körülbelül 10 az, aki a kosárpalántás edző, az összes többi, az pedig a másik félelve dolgozik, de azon vagyunk, hogy ezek az edzők kinőjék magukat, és idővel ők is akár itt serdülő, kadett, junior, akár NB1-es edzőké is növessék majd annak idején a szakmájukat. Ezen vagyunk mindenféleképpen, hogy minél elérébb jussunk, minél több edzőnek adjunk lehetőséget, minél több gyerek szeresse meg ezt a labdát, kosárlabdát. Aztán meglátjuk, hogy végül is mit tudunk ebből kihozni. Közelmúlban volt a Vármegyei Szövetség évadzáró vagy szezonzáró díjkőszolgálája. A lányoknál te kaptad az évedzője díjat. Mit jelent ez az elismerés? Mennyire visszaigazolása az itt végzett munkának? A fönti kategóriában ugye a csapatok nagy részénél én vagyok az edző. Tehát egyértelmű, hogy a eredményt érhet el, hogy azok a csapatok, akik az országos élvonalban szerepelnek. Ezt mondtam az előbb pont, hogy ezen dolgozunk, hogy egy idővel a helyembe olyan edzők lépjenek, akik ugyanilyen eredményeket fognak tudni elérni. Természetesen egy ilyen elismerés az mindig óriás öröm minden edző számára, mint hogy nekem is, de ugye azt tudjuk jól, hogyha nincs mögötted gyerek, nincs mögötted csapat, akkor teljesen mindegy, milyen szakember vagy te, eredmény nem igazán lehet elérni. Én úgy gondolom, hogy én szerencsés ember vagyok, mert olyan csapatokat irányíthatok, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legmagasabbra jussanak, ezért kaphattam én ezt a díjat. A ti időtök óta, amikor te is játszottál Dézsi Marikával együtt, nincs átcsoportos női kosárcsapat, viszont azért sikerült amatőrből kinevelni egy Farkasinszki Orsit, válogatott egy Krivasev is, kiállt egy Pap Klaudiát, egy Gáspár Zsabit, és most utánpótlás szinten, de egy Dobó Lillát, azért ez valamilyen szinten extrémnek számít ebben a sportágban Magyarországon, te hogy látod? Mi kis egyesület vagyunk, tehát bármennyire is szeretnénk nagyobbak lenni, egy. Az anyagi lehetőségeink nem engedik meg, kettő. Nem örvend akkora nagy népszerűségnek ebbe a városba a kosárlabda, mint ami szerintem megérdemelné. Ebből következik, hogy mi azokból a gyerekekből tudunk válogatni, akik bejönnek hozzánk és kosárlabdázni szeretnének. Tehát nem az van, mint egy akadémián, hogy bejön 50 gyerek, abból kiválasztjuk azt a 15-20-at, akivel dolgozni szeretnék, és azzal elérjük az eredményeket. Hozzánk bejön 20 gyerek, és ha juniorban még van 5, akkor nagyon boldogok vagyunk. Azt jelenti, hogy sikerült őket itt a sportág mellett megtartani. Ha meg utána még azt látjuk, hogy fönt, mert zömébe Budapesten mennek tovább tanulni a gyerekeink, fönt még játszanak egyetemi bajnokságban, vagy akár NB1-ában, akkor ez egy óriási öröm, és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen gyerekeket sikerült nevelnünk. Ha még hogy Euroligába is ki tudjuk jutatni, mint ugye annak idején a Krivacevics Tina, ugye már az itt fogott labdát a mi kezünkbe, és úszóból lett végül is kosárlabdázó, köszönhető az édesapjának. Akkor viszont úgy gondolom, hogy egy óriási nagy eredmény az, amit mi elértünk. Tehát nekünk nagyon-nagyon-nagyon nehéz valamilyen szinte eredményt elérni. És hiába vagyunk már most ott, például másodszor vagyunk ott, hogy elindulhatnánk NB1-ába, nem tudunk elindulni NB1-ába. Az anyagi lehetőségeket örülünk annak, hogyha itt az amatőr NB1-be és az utánpótlásba meg tudjuk oldani úgy, hogy minden gyereknek meg tudjuk azt adni, amire szüksége van a következő években. Most ez a évad vagy idén zárva egy diátadóval egybekötve, gyakorlatilag lezárja a tanévet és a elmúlt szezon, de hát így nyáron sem szoktatok pihenni, most hogy néz ki a mostani nyár? Nem pihenünk, mert jövő héten még úgy ugye már a többiek nem edzenek, de a Dorinának még edzenie kell, a Karakó Dorinának, mert ő az követő héten megy be az Univerzádi válogatottba, és nem engedhetjük úgy el, hogy edzés nélkül, akkor az azt követő héten napközis táborunk van, tehát hogy ott megint benne van kb. 30-35 gyerek, még ugye a mai nap ez
változó, hogy hányan maradnak egészségesek, és esetleg ki az, aki jön, és ki az, aki nem. Utána 3 hétig egyébként valóban annyi lesz, hogy itt azért elmegyünk az U19-es VB-t megnézni, edző továbbképzőkre megyünk, de is igazából úgy ámblok edzést nem tartunk. Aztán a július utolsó hetében megyünk a Balatonhoz táborozni. Ott már edzéseket tartunk, pontosan azért, hogy az augusztus végi tornákra meglegyen az a kellő edzésszám, amivel mérkőzést lehet játszani, és augusztusban indul a nagyüzem, kezdjük minden korosztályjal az edzéseket, aztán jönnek a felkészülési mérkőzések, és aztán kezdődik az egész előről. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!